Üdvözlök mindenkit a reprezentációs sorozatunk második részében. A sorozatom célja, hogy bemutassam nektek, hogy hogyan lehet diverzifikálni az olvasásokat, és ebben a videóban a 80 könyv alatt a föld körül projektet fogom nektek bemutatni. Ez az ötlet egyáltalán nem az én fejemből pattant ki, már az ókori görögök is feltöltötték az internetre. Ezen kívül többféle különböző variánsa is van, amivel én foglalkozok elsősorban az, hogy olvassak 80 olyan könyvet, aminek a szerzője 80 különböző országból származik. A kérdés az, hogy miért fontos ez egyáltalán. Ugyanis, amíg nem koncentráltam erre a kihívásra egyáltalán, addig folyamatosan csak azokhoz a könyvekhez nyúltam, amik valahogy folyamatosan szembe jöttek velem, amik többségében olyan 80%-ban amerikai szerzőtől származtak, a maradék 20% osztozott a kanadai, a brit és a magyar szerzőkön, és miután elkezdtem koncentrálni erre, hogy így elkapdossam azokat a könyveket, amik kicsekkolják a 80 ország valamelyikét, azt vettem észre, hogy egyre inkább keresem kifejezetten ezeket a könyveket, hogy az amerikaiakat így hagyom elfele, nem hagyom el teljesen természetesen, mert még mindig a könyvpiacnak a 90%-át az Egyesült Államok adja, viszont egyre gyakrabban fordul elő azt, hogy becsúszik egy izlandi könyv, vagy egy német könyv, vagy egy japán. A tapasztalatom azt mutatja, hogy általában ezeknek az országoknak szerzői érezhetően eltérnek az átlagos amerikai írásmódtól, szimplán azért, mert nem élik át azt a nagy amerikai életérzést, azt a nagy amerikai álmot, teljesen más szemszögből közelítenek meg, akár ugyanolyan kérdéseket is, és ez eszméletlenül izgalmas. Ezen kívül így belefuthatunk a világtörténelem olyan pillanataiba is, ahova másképp az életben nem jutnánk el. Úgy gondoltam, hogy ebből a videóból egy ajánló videót is csinálok, amiben felsorolnám nektek azokat a könyveket, amiket 2018-ban olvastam, és nem angol per magyar nyelvterületről származnak. Kontinens szerint fogunk menni, és először kezdünk Afrikában. Az első könyv, amit Afrikához említenék, az Yagi Assitól a Hazatérés, ami egy családtörténet, ami 7 generációt követ végig, a kiinduló állapot egy testvérpár, akik nem is tudnak a másik létezéséről, az egyikük ott marad Afrikában, a másikokat eladják az államokba rabszolgának. Abszolút tudom ajánlani, Gána. A következő ország, amihez tudok ajánlani, az Mozambik, ami nem más, mint nyakutótól az oroszlán vallomása. Ebben egy oroszlán tizedeli egy mozambiki falu lakosságát, és hívnak egy vadász, hogy terítse le a vadat, miközben egy mágikus realizmusos történetet olvashatunk, amiben igazából nem lehet eldönteni, hogy ki a vadász és ki az oroszlán. Ezt véletlenül tetszett, szintén tudom ajánlani. A harmadik történet Szenegálból érkezett, ez pedig Fatou Diom-tól az óceán gyomra, amiben rengeteg karaktert, meg rengeteg apró cselekmény foszlányt fejt ki a történet, viszont az elsődleges cselekménye és mondani valója az a Szenegálból általában Franciaországba történő kivándorlás, és ez körülbelül a foci keretébe van foglalva. Én teljes lelki erőmet gyűlölöm a focit, és nem hittem volna, hogy egy könyv, ami a focin van keretezve, ennyire szórakoztató tud lenni. Úgyhogy szintén ajánlani tudom. Ugorjunk át az amerikai kontinense, és vonjuk össze észak, mert Dél-Amerikát, mert amúgy nincsen nagyon sok. Az első, amit ide olvastam, az Uruguayból érkezett, ez pedig Carmen Posadástól a meghívás gyilkosságra. Ez egy Agatha Christie műveket idéző krimi, amiben egy nő megtervezi a saját gyilkosságát egy hajón, és meghívja az összes ellenségét, hogy kövesse el valamelyikük. Igazából nem tudom ajánlani, de a teljesség kedvéért itt van. A következő kötet Kubából érkezett, ez pedig Reinaldo Arenástól a Mielőtt leszáll az éj. Ez a szerzőnek az önéletrajzi műve, hogy meleg lázadóként hogyan élte meg a Castro-i Kubát, és hogyan tudott megszökni onnan. A könyvnek leginkább az a problémája, hogy nincsen egybefüggő történet, és ilyen vignettákból áll, ami lehet élvezhető, de nekem nagyon nem esett jól akkor, amikor olvastam. Ezek mellett a stílusa nagyon puritán, túlságosan puritán, és meg vagyok róla győződve, hogy Kubában minden létező férfi meleg. Összességében szintén nem tetszett nekem ez a könyv. A harmadik könyv viszont annál inkább ez Venezuelából érkezett, ami Tweety Sutherlandtől a Dragonette Prophecy, ami egy ifjúsági regény,
és úgy tudom összefoglani, hogy az Avatar sárkányokkal. És én imádtam ezt a könyvet, úgyhogy tudom ajánlani. Ugorjunk át az európai kontinensre, ahol annyira nincsen sok, mint lehetne, ugyanis az európai országok többségét a 80 könyves kihíváshoz már kipipáltam tavaly, úgyhogy ezek csak úgy érkeztek. Az első könyvünk Spanyolországban érkezett egy képregény, a Canales Guamido várostól a Black Sad című képregénynek az első kötete, ami úgy magyar nyelven is megjelent. Ez egy antropomorf képregény, abszolút noir stílusa van, nagyon gyönyörű grafikával operál, viszont fajék egyszerűségű a története. Így ilyen kettős érzetet hagyott bennem ez a mű, de alapjában inkább a pozitív oldalra dől, mint a negatív felé. A következő két könyvünk Lengyelországból érkezik, ami Andrzej Szapovszkinak, a Vaják sorozatának az 5. és 6. része, a Tűzkeresztség, illetve a Fecsketorony. Én a Tűzkeresztséget imádtam, a Fecsketorony egy kicsit visszalépés volt ehhez képest. A következő könyvünk egy olasz szerzőtől származik, aki Elena Favilli, a könyve pedig az Esti mesék lázadó lányoknak. Ez egy ismeretterjesztő könyv, ami úgy az általános iskola első osztályát célozza be, és az elsődleges mondanója az, hogy megmutassa a gyerekeknek, hogy léteznek olyan fantasztikus nők, akik nem azért relevánsak, mert hercegnők. Igazából ilyen szülő-gyerek kapcsolat mélyítésére tudom javasolni, mert szerintem igazából ezt a gyerek egyedül nem biztos, hogy tudja értelmezni, viszont ha egy szülő rávilágít arra, hogy egy karakter miért fontos, vagy hogyha egy szülő ő mellette is rákeres a Google-n, és még többet beszél róla, és néznek róla filmeket ezekről a nőkről, az egy nagyon jó témaindító lehet például. A következő könyvünk Svédországban érkezik, ez pedig Karin Tidbecktől az Amatka. Ez egy disztópikus, fantasy-s világ, amiben minden tárgyra rá kell írni a nevét, különben undorító massza lesz, ami veszélyes és törvényen kívül és fúj. Ezt a kötetet abszolút tudom ajánlani, akik szeretik a svédes, sötét, nyomott hangulatot, viszont nem tudom ajánlani mindenkinek, mert nagyon lassú a cselekménye, igazából nem is tudom, hogy van-e neki, viszont könyvklubokba abszolút tudom ajánlani, mert nagyon jól ki lehet vesézni ennek a könyvnek a különböző értelmezését. Hajrá! A következő kötetünk Izlandról érkezik, ami Jónina Leósdóttirtól a Halál komoly. A történet főszereplője egy kislány, aki talál egy verset, és meg van győződve róla, hogy a vers írója öngyilkos akar lenni, és meg akarja találni, hogy ki írta ezt a verset. Ezáltal végigveszi az öngyilkosságnak a tipikus tüneteit, keresi őket, és a végén már eszébe is jut felnőttől segítséget kérni. Nagyon gyerekesen van megfogalmazva az egész. Alapjában szerintem van ennél jobb könyv, ami az öngyilkosságot elemzi, de alapból tudom értékelni benne azt, hogy mit szeretett volna elérni. Utolsó kontinensként ugorjunk bele Ázsiába, ugyanis sajnos nem találtam olyan könyvet, ami az óceániai országok bármelyikéből származott volna. Szép. Az első ilyen könyv Észak-Koreából származik, Hyunsu Ittől a lány hét névvel. Ez egy önéletrajzi regény, hogy a főszereplő hogyan jutott ki lényegében teljesen véletlenül Észak-Koreából. Eléggé jól bemutatja, hogy hogyan működik az észak-koreai rezsim, hogy mi a fő akadályozója, hogy az emberek elhagyják az országot, és igazából az is meglepő, hogy nagyon jó magyarázatot tudott adni arra, hogy egy észak-koreai menekült, aki ott hagyta a 100%-ban rossz otthonát, miért akar oda visszamenni? Ezt még nagyon érdekesre sikerül, csak ajánlani tudom. A következő könyve kínai szerzőműve, ez pedig Veina Dai Randaltől a Hold a palotában. Ez egy történelmi, romantikus, inkább történelmi, mint romantikus regény, amiben a főszereplő megpróbál bejutni az uralkodói rétegbe, ilyen szolgálónő ágyas szinten. Alapból, hogyha az ember a főszövegen keresztül megy bele, akkor szerintem kiszámítható a történet, mert leszpoilerez egy-két olyan dolgot, ami szerintem a könyvnek a folytatásába fog kifejtésre kerülni, de egy eszenciálisan távol-keleti hangulatú könyvről van szó. Nagyon sokat lehet belőle így érdekesség szinten fölcsipegetni. Nagyon szépen karakterfejlődik a főszereplő tínédzserből felnőttbe. Szerintem egy nagyon korrekt műről van szó, abszolút tudom ajánlani. A következő kötetet Afganisztánból hoztam nektek, ez pedig Khaled Hosseinitől az Egyezer tündöklő nap. Ebben a kötetben egy két nőt követünk végig egy olyan korszakban, amikor Afganisztánban még
embernek is rossz volt lenni, pláne nem nőnek. Mindketten kb. Ilyen megrendezett házassággal mennek hozzá ugyanahoz a férfihoz, és ezáltal a sorsuk összefonódik. Ez a könyv jól ábrázolja az afgán kultúrát, érdekes mélységekbe és irányba viszi a nők személyiségét, és egy nagyon tragikus történetről van szó, hogyha valami miatt elkerültétek még ezt a könyvet, akkor abszolút tudom ajánlani, hajrá, olvassátok el! A következő könyv egy iráni önéletrajzi képregény, ami nem más, mint Mazen Satrapitól a Persepolis. Ez az önéletrajz nagyon érdekes szemszögből mutatja be azt, hogy milyen az, hogyha egy országban háború folyik, hogy ebből a hátország, főleg a gyerekek mit érzékelnek, egészen megrázó ebből a tekintetből. Egyeseknek lehet, hogy túl egyszerű lesz, azoknak felhívnám a figyelmét arra, hogy a főszereplő gyerek. A történet végén lesz 14 éves. Ettől nem kell egy erős politikai üzenetet várni. Hogyha valaki ezt el tudja fogadni, akkor annak abszolút tudom ajánlani ezt a képregényt. A következő könyv egy izraeli szerző műve, ez pedig nem más, mint Lavi Tithártól az Osama. Ez egy olyan világban játszódik, ahol terrorcselekmények lényegében nem történnek, és főszereplőnk egy detektívszerű alak, akit megbíznak, hogy találja meg egy könyvnek a szerzőjét, és ebben a könyvben írnak a 21. század elején történt merényletekről. Olyan a történet olvasása, mintha végig belene drogozva az ember. Nagyon érdekes hangulata van. Elég nehezen beszerezhető már ez a könyv, azt hiszem, mert a kiadó megszűnt. Alapból a fantasztikus irodalmi olvasóknak tudom ajánlani, egy igen érdekes darabról van szó. Az biztos, hogy még egy ilyet nem találsz máshol. Az utolsó könyv ezen a listán pedig Time Runny szerző műve, nem más, mint Wesley Chu-től az időrabló. Ez a kötet egy időutazás a sci-fi, amiben a főszereplő valamilyen istennyila folyamán megszegi az idő legnagyobb törvényét, és visszahoz egy embert a múltból a jövőbe. A sci-fi és a kalandregény olvasóknak abszolút tudom ajánlani, én nem voltam sajnos ezzel a könyvvel kompatibilis, de egy szórakoztató, akciódús műről van szó. Nos, ezek azok a könyvek, amiket a 80 könyv alatt a Föld körül projektre tudtam hozni az előző évben. Nektek mi a kedvenc könyvetek, ami nem angol szász vagy magyar nyelvterületről származó szerzőtől származik? Kommentbe hagyjátok le! Köszi szépen, hogy végignéztetek, viszlát legközelebb, sziasztok!